Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hello, hello, Astro Rádió! 1919. novemberében, 20-án, 21-én és 22-én. November 20-án a Hold a Magha Holdházban található, indiai asztrológia szerint. Magha Holdház a Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus a királyoknak a csillaga. Ez a királyi csillag Regulus az oroszlán jegyében található. Az oroszlán szívét mutatja. És ez hat a mi szívünkre is, és a hold hatása által az érzelmi világunkra is hat. A mai napon, tehát 20-án Merkur bolygó megáll. Ez úgy hat a mai napra, hogy egy üzenet késelkedik, vagy egy találkozás elmarad. Holnaptól fogva, tehát 21-től a Merkur bolygó egy másik irányban fog mozogni. És ez kihat az életünkre, mert jönnek a hírek, a megbeszélések, vagy egy fontos találkozás. Minden megy a maga útján. A holnapi napon, tehát november 21-én hold belép a Purvapalguna holdházban. És az azt mutatja nekünk, illetve mutatja a hatását ezen a napon, és ezt úgy fogjuk átélni, hogy fontos, hogy valamit rendbe tegyünk. Vagy kell, hogy cselekedjünk, hogy elérjük céljainkat. A hold átkerül november 22-én az Anuradha holdházba, és a szerencsét hoz nekünk. Változások várhatók a szerelmi élet területén. Vénusz bolygó átkerül a nyilasok jegyében, az indiai asztrológia szerint. A nyilas jegye utal utazásokra is. Nyilas mutatja a külföldi kapcsolatokat. Ez nem csak a napokban hat, hanem a későbbiek folyamán is, mert a Vénusz bolygó marad egy ideig a nyilasok jegyében. Ezek voltak most a fontosabb hírek a csillagokat illetően. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!